Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Tájcímű műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és mutatom is, miért érdemes ma velem tartani. Egy helyi vállalkozás nagy összeggel támogatta a rászoruló gyermekeket. A Pannon Egyetem és Tamási Városának együttműködése. Szoborkiállítási tárlat nyílt a Tamási Galériában. Állati maszkok készültek a turisztikai központban. A magyarországi szabályok szerint a civil szervezetek korlátlan értékben fogadhatnak el az alapító okiratban megfogalmazott céljaikat és tevékenységeiket támogató hozzájárulást, azaz adományt, ami a civil szervezetek többsége számára jelentős bevételi forrást jelent, ugyanakkor az anyagi támogatáson túl az adományozó bizalmát is kifejezi. Tamásiban az iskoláskorú gyermekeket segítő szervezet számára is fontosak ezek a megmozdulások, legyen szó akármekkora összegről is. Hozom a részleteket. A rászoruló gyermekekért alapítványt Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete hozta létre több mint 30 évvel ezelőtt, 1991-ben, hogy ezeknek a gyerekeknek a tanulmányait segítse. A helyi vállalkozások anyagi támogatása a működésük egyik nélkülözhetetlen forrása. A külföldi tulajdonú cég, akik már több alkalommal szántak pénzt a nemes feladatra, szintén kiemelt feladatának tartja a helyiek támogatását. Fontosnak tartjuk, hogy minden településen, ahol telephelyel üzemben rendelkezünk, ott a helyi egyesületeket, gyerekszervezeteket támogatjuk. Fontos számunkra, hogy támogassuk a hátrányos helyzetű embereket, elsősorban a gyerekeket, ezen kívül azokat a szervezeteket, akik a közösségekért dolgoznak, mint például a tűzoltóság, a mentőszolgálat, és emellett az ifjúsági sporttevékenységet. Mindig kapunk visszajelzést a szervezetektől, hogy jó helyre került, és hogy mire is költötték a tőlünk kapott összeget. Labdákra, mezekre vagy egyéb másra, amire szükségük van. Természetesen ezekkel a visszacsatolásokat megkapjuk. A város önkormányzata októberi ünnepi testületi ülésén posztumusz pro urbe Tamási kitüntetéssel ismerte el a vállalkozás egykori ügyvezető igazgatójának, Johann Gierlingernek a városért tett munkásságát, amelyet a család meghatódva fogadott. Családunknak mindig fontos volt a Tamási üzem és annak fejlesztése. Az pedig külön öröm, hogy a város is szeretettel fogadta, az pedig nagy megtiszteltetés, hogy erre a díjra érdemesnek találták. Az utóbbi évek adományaival a közhasznú szervezet munkáját hivatott támogatni a külföldi tulajdonú vállalkozás is. Ezen felül az alapító éves támogatása, illetve az SZIA felajánlásokból, valamint magánszemélyek és vállalkozások adományai biztosítják a forrást, hogy a rászoruló iskoláskorú gyerekeket támogathassa az alapítvány. Legfőbb döntéshozó szerve az alapítványnak a kuratórium. A kuratórium elnöke dr. Révész Otto, további kuratóriumi tagok pedig Balassa Zoltán, dr. Juhász Latter Bernadett, illetve a helyi általános iskola és a középiskolák részéről egy-egy képviselő. Az alapítvány úgy tudja ezeket a rászoruló iskoláskorú gyermekeket támogatni, hogy különböző, tehát az alapítónak az éves támogatásából, az SZIA 1%-os felajánlásokból, továbbá magánszemélyek, helyi vállalkozások anyagi támogatásából. Itt és most szeretném megköszönni azt a kiemelt jelentőségű támogatást, amelyet egy tamási húsipari vállalkozás már az elmúlt 2 évben nyújtott az alapítvány részére. A gyerekeket elsősorban osztálypénztámogatással, erdeiskolás támogatással, tanszerekkel, ruházattal, élelmiszerekkel segíti az alapítvány, de a pandémiás időszakra gondolva felértékelődött igaz a digitális oktatás jelentősége, és egyedi kérelmek alapján 3 család részére biztosított laptopot 2021-ben az alapítvány. Ezen kívül egy izomsorvadásban szenvedő, de nagyon jó képességű diák számára már több alkalommal mozgásfejlesztő eszközt, ezen kívül szintén számítástechnikai eszközt és gyógyászati segédeszközt is vásárolt az alapítvány. Múlt heti adásunkban beszámoltunk Tamási Város önkormányzatának testületi ülésén történtekről. Akkor megtudhattuk, hogy egy együttműködés részeként számítanak majd a tamási lakosokra. Hogy egészen pontosan miről szólhat majd ez az egész Európát átölelő projekt, azt most az egyetem munkatársától tudhatjuk meg. A következő percekben nézzük is.
A Veszprémi Pannon Egyetem elkötelezett a klímavédelmi célok iránt, így nem csoda, hogy számos olyan projektjük zajlik, ami ezt a témakört boncolgatja. Most egy közvetlen Európai Uniós beadású projektbe kívánják majd bevonni a veszprémiek mellett a tamási lakosokat is. Ez egy hatalmas nagy klímás pályázat, egy Horizon Európos pályázat, ez egy közvetlen brüsszeli beadású angol nyelvű pályázat, amit a Veszprémi Pannon Egyetem fog benyújtani. Azért mondom, hogy benyújtani, mert hogy két lépcsős, tehát az első lépcsőt az tegnap előtt már benyújtottuk, ez ugye február 10 volt, de előtte egy kicsivel sikerült benyújtani az első részét, ez egy 10 oldalos összefoglaló arról, hogy mit is szeretnénk megvalósítani ennek a pályázatnak a keretén belül. A következő lépcső, hogyha ezt úgy ítéli meg az Európai Bizottság, hogy ez egy jó pályázat lesz, amiben nagyon-nagyon reménykedünk, akkor az azt jelenti, hogy egy következő fokozatra is át tudunk menni, az azt jelenti, hogy szeptember 27-éig kell benyújtani, akkor már egy teljes pályázati anyagot. Semmiféle lokálpatriotizmus nincs benne, de természetesen van. Kétféle dolog is, ami miatt benne van Tamási. Az egyik az, hogy mindenféleképpen egy kisvárosi, kis és középvárosi szint, amit szerettünk volna bevonni a projektbe. Tehát azért megvan ennek a szakmai oldala, nem csupán a szív oldala. A szakmai oldala az, hogy egy kisvárosban ugye van erősebb közösség. Tehát egyszerűbb megszólítani őket, és egyszerűbb rávenni őket, idézőjelbe persze nem kell annyira rávenni szerintem a tamásiakat, hiszen ugye ez egy zöld város, és zöldül folyamatosan, és nagyon sok ilyen projektje van. De egyszerűbb mégiscsak megszólítani őket, hogy részt vegyenek olyan tevékenységekben, amely a klímaváltozást egy kicsit tudja talán befolyásolni, egy kicsit tudja hátráltatni, valamiféle javulást igyekszik elérni mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben, mert hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egy picit másképp gondolkodjunk, és hogy a klímaváltozást komolyan vegyük. A Pannon Egyetem pályázata a klímaváltozás társadalmi gazdasági veszélyei Európában elnevezésű projekt, amely egy nagyon összetett pályázat. Vizsgálni kívánja a gazdasági változásokat és a talajt érintő hatásokat is. Azt vizsgáljuk, hogy a talajra milyen hatással van a klímaváltozás. Ezt majd egy nagyon érdekes, ami bevonjuk majd ugye az embereket is, a tamásiakat is mindenképpen, de EU-s szinten kell ezt elképzelni. Tehát szeretnénk, ezt citizen science-nek hívják, amikor is igazából úgy vesznek részt a lakosok egy felmérésben vagy adatgyűjtésben, hogy igazából az nekik mondjuk játék, észre sem veszik. Például ilyen ez, amikor a meteorológiai szolgálathoz vagy az időjárás.hu-hoz egy képet fellőnek valamiféle felhőről, és akkor az a meteorológusoknak rengeteg mindent elmond, nekünk meg mondjuk csak egyetlen egy kép, amit ugye fellövünk majd oda akármilyen valamilyen közösségi médiába. Ilyenbe szeretnénk bevonni majd a tamásiakat is, és Európa lakosságát. Ugye ez ilyen nagyon-nagyon nagy ívű dolognak tűnik, de tényleg így van, tehát ezt tényleg meg szeretnénk csinálni. Ez egy talajhoz köthető citizen science-es kis kísérlet lenne, amiből nekünk nagyon-nagyon sok adatunk lesz. Viszont azok, akik ugye részt vesznek ebben a kísérletben, ők pedig hozzájárulhatnak ehhez az adatbázis megteremtéséhez, aztán pedig azokhoz az ajánlásokhoz, amik eljutnak majd hozzánk is, és a tamási emberekhez is eljutnak. És akkor most maradok a talajnál, ami ebből eljut például Tamásiba, az az, hogy a klímaváltozás ugye nagyon sok hatással van, és ezek főleg ugye anomáliákat jelentenek, tehát különféle olyan változásokat, illetve eddig nem várt, vagy nagyon ritka eseményeket jelentenek, amiknek a rendszeressége majd sűrűsödik. Tehát egyre többször és többször jelenik meg hatalmas nagy forgószél, forgóvihar, szárazság, hatalmas nagy mennyiségű csapadék, és ezek ugye mind befolyásolják a talaj szerkezetét, és a vízháztartását, minden egyebet, ennél fogva pedig ugye a növénykultúrára is hatással vannak. Tehát az, hogy milyen növényeket kell majd 5-10 éven belül itt megtermelnünk, Tamási és környékén, az majd ezekből a vizsgálatokból szépen kitűnik. A kiírás a klímaváltozás által generált társadalmi, gazdasági veszélyeket hivatott felmérni. Az egyetemen van egy multidisziplinális, éghajlatváltozási multidisziplinális nemzeti laboratórium. Nagyon szuper jó kis neve van, nehéz neve van, de ki sikerült mondanom. Tehát egy ilyen laborunk van, ami a klímaváltozásnak ugye a hatásait, illetve a lehetséges szenáriókat nézi. Most ez a kettő ugye találkozott, mert hogy én a horizonos projektekkel foglalkozom már évek óta, és ugye földrajzos vagyok, tehát nekem a természettudomány és ez a rész, ha bár egy picit elszakadtam, és most már gazdaságtudománnyal foglalkozom jobbára, de nyilván ez a természet része, ez abszolút megmaradt, úgyhogy a klímaváltozás engem is érint, illetve a gyerekeimet is fogja érinteni, úgyhogy innentől kezdve ugye egy egyenes szál és kapocs van a között, hogy van nekünk egy green deal-es
kis pályázatos csapatunk, illetve lett most egy olyan kiírás a horizonos projekteken belül, ami ezt a társadalmi-gazdasági változást igyekszik, ugye a klímaváltozáshoz köthetően feltárni, illetve a szenáriók mentén különféle gazdasági elemzéseket és szektoriális elemzéseket készíteni. A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb környezeti kihívását jelenti, ami aztán kihat az élet számos területére is. Ennek a felmérésébe kéri majd a Pannon Egyetem a tamásiak segítségét is. A következő években pedig elmerülünk néhány perc elejéig a művészet világában. A fekete-piros kombináció személy szerint az egyik kedvencem, amely szintén fellelhető azon a szobrokat tartalmazó kiállításon, amely a hónapról hónapra új tárlatot bemutató galériában látható. A mives alkotások a természet eredete, a formák, színek gazdagságát hordozzák, melyeken a művész lényeglátó szemlélete, magas művészi kvalitásai tükröződnek, de nézzük ennek a részleteit. A Tamási Galériában Vinyovszky János szobrászművész alkotásaiban gyönyörködhet a látogató, mely kiállításnak a megnyitóját az Alapfokú Művészeti Iskola gitártanszaka színesítette rövid előadásával. Az ünnepélyes megnyitón Feledi Balázs művészeti író ajánlotta az érdeklődők figyelmébe az alkotásokat, aki hangsúlyozta, hogy a szűk térben milyen jól érvényesülnek a fából, fémből és kőből készült szobrok. Drinyovszky János első szobrát gimnazista korában készítette el. A kisgyerekkoromban is valami ilyesmi szemüvegen keresztül vizsgáltam a világot, de akkor még eszembe nem jutott, hogy ebből még valami ilyesmi lesz. Tehát gyerekként nem voltam ilyen művésztípus. Nem voltam rajzos gyerek, bár jól rajzoltam az iskolában, de csak azon a szinten. És tulajdonképpen gimnazista koromban kezdődött ez el intenzívebben, de akkor még grafikával, festészettel foglalkoztam. Akkor készítettem igaz egy szobrot, azt még baltával faragtam egy fotuskóba otthon, és aztán később valahogy önkésztetés féleség jelenik meg ilyenkor az emberben, és második lányom születése előtt fogtam ezt követően a kezembe megint fadarabot, és egy bicskával egy női aktot faragtam. Aztán ez úgy szokásommá vált, és akkor kezdtem egyre többet és többet foglalkozni vele. Voltak ráhatások, tehát a debreceni tanítóképzőben Makoldi Sándor nevét mindenképpen meg kell említenem, ő piszkálta ki belőlem tulajdonképpen ennek az iránynak az észrevételét, és neki sokat köszönhetek. A művészettörténetet tanította, a modern művészet, ez a 70-es évek, tehát a modern művészeti felfogást oltotta belém, amit aztán később 79-ben egy nyugat-európai körúton teljesedett ki, ahol bejártam a nagy múzeumokat, tehát Hollandiába, Angliába, Franciaországba, és az meghatározta a szemléletmódomat. Láttam eredetibe olyan képeket, amit korábban csak fotón láttam, tehát a két sziklás Madonnát, Leonardo da Vincitől sorolhatnám. Az alkotások többféle módon születnek meg. A legegyszerűbb, mikor a szobrász elhatároz valamit, és azonnal el is készíti, de van, mikor a külső ráhatások a döntőek. A kezdetek óta a fán kívül előkerült a kő és a fém is, melyeket megmunkál, hogy így adja vissza azt, amit a gondolatai megszültek. Nem véletlen a természetes anyagok használata, hiszen a szobrászművész árzpolitikájában is megfogalmazza, hogy tisztelettel fordul a természet felé. Van, amikor ránézek a fára, vagy az anyagra, és azt mondom, puf, kész, azt csak ki kell, meg kell csinálni. Van ilyen is. Van olyan is, hogy volt olyan, hogy hónapokig készült egy mű, mert nem, valahogy nem, még kellett valami hozzád, és az nem volt akkor meg, és a végére kialakult még,
és aztán van olyan, amit fejbe eldöntök és megcsinálom. A kezdetek során ez ilyen felgyűlem lett valami, ami az kikívánkozik az emberből, és azóta, amióta csak ezzel foglalkozom, ez már teljesen másképp működik. Én belső utat járok, tehát nem nyilván hat rám minden. Most ez a kompozíció, amit most látok, ez is valamilyen formában nyilván hat rám, de hogy hogyan születik a mű, az nagyon sokféle úton képzelhető el. A szobrokból álló kiállítás március 6-áig látogatható a Tamási Galéria nyitvatartási idejében. Itt az évnek az az időszaka, amikor bátran bújhatunk egy pár órára más bőrébe, hiszen a farsang erről szól. Van, aki a ruha kiválasztásával kezdi, ahhoz készíti a maszkot. De a dámpontban viszont a maszkok készültek előbb, méghozzá természetből merítve hozzá az ihletet, érdemes figyelni, ha még nincs ötlet a farsagi jelmezekhez. Mutatjuk. Sokat mondó címet kapott a Dámpont legutóbbi rendezvénye. Állati állarc, ez volt a hívószava a legkisebbeket és szüleiket megszólító farsangra hangoló rendezvénynek, ahol kartonpapírból és filcből készültek az arcot takaró maszkok. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon extra ötletekkel előálltak, és a szülőket is dicséret illeti, mert kivették a részüket a munkából rendesen, de nagyon élvezték ők is. Készültünk mintákkal, úgyhogy leginkább ezeket választották a gyerekek, de elég széles volt a paletta, volt miből választani, ehhez előrajzolt minták voltak, és akkor ezt kivágták, varták, ragasztották a filcanyagokból, kartonból. Inkább a színekben volt, hogy nem ragaszkodtak annyira a természet színeihez, vagy pedig igen, csak nem az adott állatszínéhez. Mi ezen először meglepődtünk, de aztán ebből születtek a legjobb munkák és a legérdekesebbek. Ilyenkor mindig azért itt van egy varrógép is, és segítünk egy kicsit, hogy gyorsabban menjen a dolog. Aztán ezen kívül a kinyomtatott mintákat végül is el is lehetett belőle vinni, meg hát ötleteket kapnak a gyerekek, sőt az elkészített állarcról is bármikor tudnak újat, más színűt, másból, más anyagból megvalósítani. Úgyhogy hallottuk vissza, hogy azóta készült otthon is már több az elkészített alapján újakat is készítettek a gyerekek. A festői környezetben fekvő Dámpont programjainak nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a természetet a hozzájuk ellátogatókhoz. Az pedig, hogy a farsangi időszak kezdetére szervezték állarckészítő rendezvényüket, egyáltalán nem véletlen. Ez volt a cél, hogy egy kicsit ellensúlyozzuk a pókembert, és próbáljunk meríteni a környezetünkből, és legyenek a gyerekeink mosómedvék, rókák, nyuszik, baglyok, medvék, egyebek, hiszen azért széles a paletta. Persze lehetnek mások is, szakács és egyéb, meg autószerelő, de mi azért igyekeztünk egy kicsit a természetet becsempészni a farsangi időszakba is. A Dámpont következő rendezvényét már most érdemes beírni a naptárba, amikor a természetes anyagok mellé a hagyományápolás is társul majd. Húsvéti készülődés lesz, mégpedig ez húsvét előtt nagypénteken fogunk tartani egy egész napot a húsvét jegyében, délelőtt 10 órától. Ennek része lesz Berta Kata iparművész által segített tojás díszítési lehetőség, ahol meg lehet ismerkedni a berzselés, a karcolás és a viaszozás, azaz a gicázás technikájával. Ezt megpróbáljuk úgy, hogy a kicsik is próbálgathassák, szigorúan szülői kísérettel és felügyelettel, azért itt veszélyes eszközök vannak, de szeretnénk, hogy legyen alkalmas lehetősége anyukánknak, apukánknak ezt kipróbálni. Ismétlem, tehát művész fogja bemutatni, aki egyébként óvonő is, tehát ő ért a gyerekekhez is. És ez mellett még ezen a napon megkértük a Tamási Néptáncosok néhány tagját, hogy mutassák be nekünk
a Pillés népviselet részeit, úgyhogy ők be fognak költözni ezen a napon, és akkor minden érdeklődő megismerkedhet, hogy hogy is épül fel, mik voltak a szokások, minek mi volt a jelentése és a jelentősége a viseletben. Továbbá az általános és szokásos tárlatvezetésünket egy kicsit kiegészítjük, és kiélezzük úgymond a térség falvainak, településeinek a húsvéti népszokásaira fogunk kitérni. Nagyon sok érdekességet tartogat. Kellemes környezet, gyönyörű táj és sok hasznos információ Tamásiról és az azt körülölelő tájról. Ez az, amit nyújt a támpont az odalátogatóknak. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!